Amikor előző Retroverd videómban a Dungeon Keeperben azt mondtam, hogy a játékfejlesztők a 90-es években milyen mértékű kockázatokat és konfrontációkat vállaltak az áhított végeredmény érdekében, akkor így utólag felszakadt bennem, hogy igazából ez ráhúzható arra az egész évtizedre, amivel véleményem szerint elkezdődött minden, amit ma videójátékként ismerünk. És ha már a kezdetek, eszembe jutott, hogy beszélni kéne egy játékról, ami ambiciózus szólóprojektként indult és végül alapjaiban változtatta meg egy komplett iparág gondolkodását. Talán mai szemmel hihetetlen, de 1991-ben, amikor kijött a Duke Nukem, nem a 3D, hanem ez az oldalnézetes retek, vagy a Lemmings, fú, azt de imádtam, vagy a Terminátor 2 játék, úristen, mennyit játszottam azzal, és már a maga idejében is mennyire nyomorult volt. Szóval 1991-ben jött egy játék a semmiből, és szerényen kitaposta az utat a Cinematic Gaming Experience felé. És ismételném magam, hogy ez a játék egyetlen ember műve volt. Az Another World más téma, mint a legtöbb retrovert játék, aminek mély a története, mérföldkövet jelentettek a maguk idejében, vagy valamiféle közvetlen kapcsolatban vagyunk a hatásával mind a mai napig. Az Another World történetesen egy mezei játék, aminek Erik Csahi fejlesztő zseni elmondása szerint is nincs története. Vagy legalábbis nincs semmilyen olyan kifejtésre váró síkja sem, ami ne adná magát a játék során. A történetben egy fantasztikus animációval megérkező autót látunk, hogy miért néz ki ilyen jól, arról még szó lesz. Szóval látjuk, amint egy pólós fazon egy titkos laborba látogat és elindítja a 23-as projektet. Semmit nem tudunk sem a tagról, sem a projektről, ám elég gyorsan kiderül, hogy valami gond lehet, mert valamiféle energianyaláb hasít végig a telepen, hősünket pedig magával ragadja, mint kiderül, egy másik világba. Itt kikecmergünk a vízből, mindenféle piócaszerű szörnyekkel találkozunk, majd megkerget minket egy medve méretű valami, hogy aztán megmentsen minket tőle egy helyi, ám alig, hogy hálásak lehetnénk a tyúkszaros életünkért, kábítólövést kapunk. Kábítólövés neki! Egy cellában térünk magunkhoz, ám nem vagyunk egyedül, vélhetően egy helybélivel vagyunk összezárva. Az ingamozgást kihasználva leszakítjuk a ketrecet, agyonnyomva az őrünket, felvesszük a pisztolyát, és kezdetét veheti az út, hogy rájöjjünk, hol is vagyunk, mi is történt velünk. Igazából ne számítsunk se párbeszédre, se jegyzetekre, se átvezetőkre, se sejtelmes festményekre a falon. A legbeszédesebb inzert, amikor egy ponton kinézünk az épület egyik tornyán, és elénk tárul a világ. Innentől valamilyen oknál fogva elindulunk előre, és meg sem állunk, amíg el nem jutunk egy sárkány-szerű valamihez, és elrepülünk innen nagyon-nagyon messze. Ez így elmondva nem egy különösebben érdekes dolog, ám felmerül a kérdés, miért olyan fontos játék az Another World, hogy külön Retroworldot szenteltem neki. Ugyanis ez a játék sokkal különlegesebb, mint a korábban elmondottak alapján hinnénk, és nem véletlen, hogy az egyik legnagyobb hatású videójátékról beszélünk, amiről a Games Radar egykor azt írta, olyan kult klasszikus játék, amit hasonlóan kéne remake-elni, mint a Prince of Persia-t. Ehhez meg kell ismerkednünk egy francia designerrel, bizonyos Eric Chahival. Ennél a pontnál jelezném, hogy nem különösebben erős a franciám, szóval a kiejtésbeli gondokért előre is elnézést. Chahi eredetileg elektronikát tanult, és csak utána váltott programozásra. Kísérletező kedvét jelentősen ösztönözte, hogy első számítógépére két játékot is lefejlesztett, amiket értékesíteni is tudott. Ezzel ott hagyja elektronikai tanulmányait, és elkezd dolgozni egy új játékon, a Lapactén Amstrad CPC-re. Chahi későbbi elmondásai szerint már ekkor elkezdett körvonalazódni benne az Another World alapötlete, ám ehhez szüksége volt a szintén 89-ben megjelenő Future Wars-ból befolyó jogdíjakra is, aminek a grafikai munkájáért felelt. Miután ez megtörtént, a 22 éves Chahi nekiláthatott a játék fejlesztésének a szülei házában. A vezérgondolat az volt, hogy egy olyan játék szülessen, ahol nem a megszerzett pontok számítanak, hanem az érzelem, amit képes átadni. Ez a triviális gondolat akkoriban paradigmaváltó megközelítésnek tűnt. Gondoljunk csak a Super Mario Bros-ra, a Zelda 2-re, vagy a Metroidra, most pont Nintendo játékok jutottak eszembe, de értitek. Ha nem a pontok számítanak, akkor nyilván eltűnik a scoreboard. Ha nem számítanak a pontok, akkor az annak eléréséhez szükséges adatoknak szinte semmi jelentősége a hádon. Sőt, igazából okafogyottá válik a hád. Pedig azt még az olyan címek is használták, mint a 85-ös Rogue. Tessék, itt egy nem Nintendo-s példa. Vagyis nem lesz kielezve az életünk, az energiánk, de még egy mappot sem kapunk. Hogy lehetséges ez?
Csehi játékának főszereplője egy átlagos ember, aki egy idegen világba kerül, ahol ismeretlen veszélyek leselkednek rá. Ám Csehi ragaszkodott ahhoz, hogy a játékában ne legyenek se dialógusok, se semmiféle direkt történetmesélési eszköz, a játékos érezze át a történetet és fejtse meg, mi történik. Ezt ő annyira komolyan gondolta, hogy Csehi azóta sem különösebben szeret az Another World történetéről beszélni, mert elmondása szerint ott van minden a játékban. A történet igazi szépsége, hogy tényleg nem tudjuk, mi az Another World címében szereplő másik világ. A mi világunk egy másik síkban. A mi világunk a jövőben, vagy tényleg egy másik világ. Esetleg, de ez már nagyon vad, a mi világunk a múltban. Apró történelmi áttekintés. Az utolsó évszám, amiről beszéltünk, 1989 volt, igaz? Nos, ugyanebben az évben találkozik az Úr az Amigával. Az nem teljesen egyértelmű, hogy az 500-assal, vagy az 1000-essel, de tekintettel arra, hogy a Dragon's Lair-ről beszélünk, ami mindkettőn elfutott, szinte mindegy is. Az eset azért érdekes, mert Csehit megbabonázza a játékban alkalmazott vektorgrafikus látvány, ami amellett, hogy remekül nézett ki, lényegesen hatékonyabban lehetett gazdálkodni a tárhellyel. Ez alapján Csehi elkezdett írni C programnyelvben, majd Assemblyben egy poligon vezérlő programsort, ami kiderült, hogy kompatibilis a Motorola 68000-es processzorokkal, így futtatható Amigán is, ráadásul 20 képkocka per másodperces sebességgel. Ez pont kapóra jött, ugyanis a játékiparban pont etájt kezdtek el kísérletezni a rotoszkóp technológiával, olyan címeknél, mint a Karateka, vagy akár a Dragon's Lair. A részletekben nem mennék bele, de nagy vonalakban úgy kell elképzelni, mint egy leegyszerűsített mock-up eljárást. Ezt nem alkalmazták az Another World egészére, viszont például az autó megérkezése az intróban, a főszereplőnk sétája, az üdítős doboz kinyitása, vagy akár a sugárpisztoly felvétele a padlóról is, mind-mind ezzel az eljárással készültek. Nem mellékes szempont, hogy mivel az animációs szoftverek sem voltak különösebben fejlettek a tájt, Csehi úgy döntött, hogy ha nincs, akkor ír egyet magának. Értitek? Írt magának egy saját animációs szoftvert, ráadásul Basicben, amikor mindenki más Assemblert használt. Bár a játék vizuális és program oldalát kézben tartotta Csehi, a hangokkal és a zenével bajban volt, így egy volt osztálytársához fordult, Jean-Francoishoz, hogy segítsen neki az Another World hanghatásaival. Kettejük kollaborációja végül meghozta a gyümölcsét, de azt látni kell, hogy a videójátékok utómunkája és hangeffektelése akkortájt messze nem tartott ott, mint most. A párosnak közösen kellett kitalálni, hogyan hangzik egy sugárfegyver, hogyan porlad el egy idegen csontváza, milyen hangot ad ki egy felnyársalt test. Egészen elképesztő megoldásokig jutottak, ha meghallgatjátok ezt a hangot. Sosem hinnétek, hogy széttört mogyoróhéjakat hallotok, igaz? Vagy amikor sikeresen felnyársaljuk magunkat, akkor Csehiék szétnyomtak egy paradicsomot. De az is nagy kérdés volt, hogy milyen hangot ad ki egy más világi lift, ami elektromos kisülésekkel mozog fel és le. Nos, a választ Csehi Matrix nyomtatója adta meg, ezt halljuk a szintek közti haladáskor. Nem csak a hangokon érződik a személyes érintettség, az egész játék elkészültét jobban átjárja Csehi pillanatnyi lelki állapota, mint elsőre hinnénk. De előtte azt is fontos kiemelni, hogy a kulturális referenciák sem véletlenek. A 80-as években csúcsra volt járatva a Star Wars, így nem véletlen, hogy a blasterünk is erősen emlékeztet rá. Csehi emellett nagy Dragon Ball rajongó is volt, ami olyan apróságokban nyilvánul meg, mint például a börtönjelenet hátterében maga után csíkot húzó őr felbukkanása. Vagy a fegyverünk Kamehame állapota, nem tudom ezt minek mondják, de gondolom félreérthetetlenül látszik. Emellett a játék fejlesztése is kronológiai sorrendben halad, tehát úgy, ahogyan a játékos is halad. Ennek eredménye pedig, hogy a főszereplő éppen olyan magányos a játék elején, amilyen Csehi is volt az egész projekt alatt. Illetve, hogy főhősünk a végén pont ugyanúgy vonszolja magát, kimerült és állni sem bír a lábán, amennyire a fejlesztés is kimerítő volt. Ugyanis a számos ambíciózus ötlet implikálása azzal járt, hogy 17 hónap után még mindig csak a játék első harmada volt meg, ami ma apróság, de akkor tájt borzasztó nagy csúszást jelentett. Ez volt az a pont, amikor Csehi elkezdett elemeket újra hasznosítani a játékból. Teleportok kerültek be lépcsők helyett, mert azokat legalább nem kellett animálni, meg
Ha alaposabban szemügyre vesszük, látszik, hogy a játék blokkokból áll, amikben sok bitmap ismétlődik. Egyébként ennek a kényszerszülte megoldásnak volt praktikus oldala is, ugyanis az Amiga memóriájában amúgy sem lehetett messzire nyújtózkodni, viszont került a játékba checkpoint rendszer, méghozzá nagyon figyelmes checkpoint rendszer. Az Another World lényege ugyanis az volt, hogy a játékos jól szórakozzon, nem pedig, hogy erőfeszítő kihívás elé állítsák. Ez egy másik lépés a Cinematic Experience felé vezető, eddig még feltérképezetlen úton. Ha már itt tartunk, az Amiga melletti döntést még egy apróság indokolta, ugyanis akkoriban a kortárs rendszerekhez képest az Amigának volt a legjobb hangzása. Csahi emiatt különösen kényes volt a hangra és a zenére, amire később még kitérek. Mikor a játék elkészült, több jelentkező is akadt a kiadására, köztük az akkori egyik legnagyobb vállalat, a Virgin. Azonban ők át akarták alakítani a játékot point and clické. Csahi egy ponton el is gondolkodott a dolgon, ám kiderült, hogy egyfelől túl sok mindent kellett volna átalakítani hozzá, másfelől a fejlesztő arra hivatkozott, hogy a barátai, akik kipróbálták, szerették így, ahogy van. Ne felejtsük el, hogy továbbra is egy szóló projektről beszélünk. Itt volt még egy aranyos csörte, ugyanis bár az európai terjesztést a Delfin vállalta, az amerikai kiadás joga az Interplayre szállt, ők pedig hosszabbra akarták a játékot és meg akarták változtatni az intro zenéjét. Csahi erre egy végtelenített faxot küldött a kintieknek, amiben az állt, tartsák meg az eredeti zenét. Ráadásul idővel felbukkantak a Delfin ügyvédei is, jelezve, hogy ilyen igényekkel nem élhet az Interplay. Így azok végül beletörődtek a helyzetbe, és 1991 végén megjelenhetett az Another World. Az Another World nem egy hosszú játék, már a maga idejében sem számított annak. Ha valaki nekifekszik, nagyjából 20 perc alatt végig játszhatja, de láttam már belőle 10 perces speedrunt is. Amit én kifejezetten szeretek ebben a játékban, hogy a világa tényleg egyedi. A 90-es évek elején nem sok hasonlóval találkozhattunk. Például, ha a játék elején kijövünk abból a kútból vagy tóból, ha sokáig állunk egy helyen, akkor berántanak minket az onnan kinövő indák. Taktikáznunk kell a ki- és becsukódó ajtókkal, figyelnünk kell a járatokban hallható hangokra, nehogy megfőjünk valami kicsapódó gőzben. Az Another World egy egészen elképesztő kalandjáték, ráadásul tényleg a játékosra bízza világának megértését. Mai szemmel csak nagyon hunyorítva lehet meglátni benne azokat az értékeket, amiért annak idején kiemelkedett a tömegből. Csahi egy 2012-es interjújában azt állította, hogy a 90-es évek során elment a játékból nagyjából 1 millió darab, ami ma el sem tudjuk képzelni, milyen komoly szám. Egy olyan időszakban, amikor a videójáték még messze nem volt mainstream, hanem csak olyan túlbuzgó hülye gyerekek szintere volt, mint én, akkor egyetlen ember előáll egy játékkal, amiből eladnak 1 millió darabot. Ha ezeket a számokat exponenciálisan nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy mi alatt az amerikai kiadásért felelős Interplay egyszer csődbe ment, és átkeresztelte magát, az emberek még mindig vették az Another World-öt. Nem csoda, hogy a kiadó azonnal akart egy folytatást a játéknak, Csahi azonban nem csak abban volt biztos, hogy az Another World nem szorul magyarázatra, de abban is, hogy folytatásra sem. Ő legalábbis nem akart ebben részt venni. Az Interplay azonban nem így gondolta, ráadásul a 90-es évek közepére már éledezett a CD-ROM mánia, vagy ha jobban tetszik, CD-romantika, ami ideális hordozó lehetett volna egy Cinematic Experience-nek. A fejlesztés meg is kezdődött, amit Csahi nyomon követett, sőt a koncepció, hogy ezúttal a társunk lesz a főszereplő, igazából még tetszett is neki, de nem avatkozott bele a folyamatba. Így az Interplay tulajdonképpen az ő aktív szerepvállalása nélkül kiadta a Heart of the Alien című kvázi folytatást 94-ben Segára. Ez végül megbukott, amiben szerepe lehetett annak, hogy egyes kritikák szerint a folytatás félreértette az Another World alapjait, de az sincs kizárva, hogy a bukásokat a játékon kívül kell keresni, ugyanis 94-ben már finoman szólva sem volt sok értelme Sega CD-re fejleszteni, amikor egy évvel korábban a Sega belsős fejlesztéseit is leállították már. Meggyőződésem, hogy számos játékoshoz eljutott mostanra Csahi videójátéka, de amit biztosan tudni, hogy videójáték dizájnerek egész generációjára hatott inspirálóan az Another World. Hideo Kojima az öt legnagyobb hatású játék egyikeként tartja számon, ami a Metal Gear Solid elkészítésére sarkalta, de Suda 51 például egy alkalommal a kedvenc videójátékaként nevezte meg. Talán nem túlzás azt mondani, hogy Csahi nem csupán a filmszerű videójátékok előfutára volt. Nem csupán mert újítani a több éves formulákon, és nem csupán az álmaiért hatékonyan küzdő tehetséges személy volt, de talán az első indie videójáték fejlesztő is. Csahi egyébként jelenleg is aktív, ám mostani játékai már sokkal inkább az azóta formálódott játékipar személyiségjegyeihez igazodtak.
Ez azonban semmit nem vesz el az Another World érdemeiből, amivel így 30 évvel később is közel hasonló élmény játszani. Én minden esetre nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Zoli voltam, ha tetszettek ezek a videók és szeretnétek őket egy nappal korábban látni, akkor várlak titeket Donablin, és hamarosan találkozunk újra. Sziasztok!